éreztük magunkat. Én nekem ez jól jött, tehát igazából mi a héten szabadságon voltunk, mert ugye itt lett volna a Vasas torna, amit a Vasas lemondott. Előtte levő héten egy tempótorna, amit a Tempó mondott le, és meg megállapodtunk, ugye, hogy napi kettőket edzünk, és olyan volt az ütem, hogy akkor ezt a hetet kiadjuk. Utána jelentkezett a Csurgós és Kala az edző, így vagyunk olyan baráti viszonyban, hogy bevállaltuk. Igazából így egy hét pihenő után nem tudtam, mit fogunk csinálni. A reggeli meccs gyengébb volt, a délutáni már jobban nézett ki, ugye nekem jó volt, mert 22-en vagyunk, és muszáj mindenkit játszatnom, mert azért valamikor ezt a létszámot le kell szűkíteni egy normális létszámra, és igazából elmenni vidékre és játszani idegenbe, az mindig más, főleg két meccset, szíhésen is és fizikailag is, nekem nagyon jó volt. A lányok szerintem sokat tanultak ma, és itt ez volt a cél. Köszönjük először is a Szentendrének, hogy bevállalta. Nagyon nehéz itt női csapatot edzőpartnernek találni, hogy ide jöttek. Ugye sajnos a kupánk a Hipó és a Duslósál a két kiváló Európa Kupa csapat, akik komoly szintet hoztak volna, jó mintát adtak volna, azok ugye a Covid-járvány miatt nem tudtak jönni, de ezért köszönet a Szentendrének, hogy fölvállalt ezt a kettős meccset. Nagyon hasznos volt, komoly terhelést adott, tehát az ember-embereni küzdelemben, a taktikai repertoárnak a javításában, a védekezésnek a kompakt átételében, minden olyan szegmensében, a lerohanásnak, a visszarendezésnek a fázisaiban is adott olyan tapasztalatot, amit igyekszünk beépíteni a hátralévő három hétre, ugye a bajnokságig, tehát ahol már ugye élesbe mennek a küzdelmek. Fontos, hogy nem sérültünk meg ezen a meccsen, hisz nagyon kevesen játszottuk végig, ugye 11-en játszottuk, ugye a kapusokat leszámítva, tehát nagyon kevés cserém volt, úgyhogy azt gondolom, hogy ebből adódóan a játékosok számára olyan információkat tudok adni, amelyek majd a később a mentális felkészülésükbe bele tudnak tenni. Külön örülök, hogy egy fordított helyzetből tudtunk előnyt kovácsolni a végén, és a végjátéknak a megnyerés az mindig pluszt jelent. Remélem, hogy ettől önbizalmunk lesz, ettől karakteresebbek leszünk, és ettől elkezdünk hinni abban, amit csinálunk, hinni egymásban, ugyanakkor úgy, hogy a másokat tiszteljük, de önmagunkat is becsüljük. Tehát én ezt nagyon fontosnak tartom. Erre használjuk fel a hátralévő időszakot, és arra, hogy a csapatkohézió feladatmegosztás az egyre harmonikusabb legyen, és ezen belül pedig a játéknak a folyamatossága és a gyorsasága, a labdának a sebessége, amely mindent meghatározza, az egyre markánsabb legyen, egyre jobb, pontosabb legyen. Ebből tudunk, azt gondolom, hogy előre menni. Én nagyon bízom benne, hogy az elvégzett munka, amit leraktuk, az alapokat, annak a finomítása meg fog történni. Úgyhogy én abban reménykedem, hogy a sérülések elkerülnek továbbiakban, és képesek leszünk arra, hogy összeálljunk.